Így néz ki a másfél milliós adományt elképező tábla a promotions.hu a Józsa András Oktatókórház hematológiai osztályának munkáját segíti. Melles Maximilián, az online média magazin ügyvezetője azt mondta, nem ez az első eset, amikor a cég támogat valamilyen célt, de ez a mostani egy kiemelkedő alkalom, mert maga is betege volt az osztálynak. Én úgy gondolom, hogy mikor az ember rájön arra, hogy egy ilyen betegséggel szembesül, és hogy milyen kezelési formák várnak rá, akkor azért eléggé át tudja gondolni az életét, és azért elég sok minden megváltozik ilyenkor a különböző hozzáállásokban. És ugye nem szabad azért elfelejteni, tehát nagyon sokan ott rontják el, hogy mikor vége vannak, túl vannak rajta, akkor elfelejtik azt, hogy mi mentek keresztül, és akkor úgy tesznek, mintha semmi nem történt volna. A hematológiai osztályon évente 1200 fekvő és mintegy 15 ezer ambuláns beteg fordul meg, akik számára a főorvos elmondása szerint a csontvelő transzplantáción kívül minden szükséges beavatkozást el tudnak végezni, ráadásul a molekuláris biológia tudományos fejleményeit elsőként a hematológiai kezelésekben hasznosítják. A fejlődés szédületes, évről évre újabb és újabb gyógyszerek jelennek meg. Először klinikai vizsgálat keretében, majd ezt követően épülnek be a napi ellátásban. Igyekszünk minél több betegséget már klinikai vizsgálat keretében kezelni, hogy betegeknek a legkorszerűbb, legújabb gyógyulmódokat tudjuk biztosítani. Az osztályvezető hozzátette, az adományt az osztály korszerűsítésére fogják fordítani. A hematológiai ambulancián várakozó betegek vérvétele helyben történik, ezt már sikerült elérnünk, de az onkológiai osztály betegeivel együtt történnek ezek a vérvételek. Ez óhatatlanul néhány órás zsúfoltságot eredményez. Próbáljuk újabb helyiségek kiépítésével, kényelmi eszközök felszerelésével ezt a várakozási időt csökkenteni, elviselhetőbbé tenni, illetve a zsúfoltságot szintén mérsékelni. Franz Mónika telephelyi orvosigazgató helyettes a sajtótájékoztatón azt mondta, az adomány nem egyszerűen egy nemes gesztus, hanem a hematológiai osztály elismerése is, amelyre ezekben a pandémiás időkben különösen nagy szüksége van az egészségügyi dolgozóknak.